Mi egy új WC-kefének levágod a szárát? 4 újnak. Tegnap vásároltuk, mert a többi már elkopott. Elkopott? Ez fogyóeszköz. Nálunk kopik. Te jó ég. Nem tudod, hogy mire készülünk. Mit tettek ti? Igen? És az kell, vagy ez kell? Az kell. Ez kell? Ezt nem használjuk. Igen. És fúróba rakod. Igen. Hát lehet, hogy tojás verünk. Tehát fura figurák vagytok ti, azt azért el kell mondani. Ezt már más is mondta. Tehát ki van kísérletez, vagy melyiknek a szára megy bele a fúróba? Jól érzem? Hát az a csavarbehajtó, az most új. Aha. És még nem teszteltük hozzá, úgyhogy lehet, hogy meg kellett volna nézni, hogy milyen WC-kefe illik bele. Ó, jó, ez így. Tökéletes választás. Igen. A gasztroangyal egészen különleges epizódja következik. Jó. Fönn ülsz a hátán, és úgy vakargatod? Igen, de cserélhetünk. Tudod mikor. Egyébként azt látom, hogy kimondottan élvezik. A bivaj az kimondottan keresi az ember társaságát. Igen. Más szarvasmarhákhoz képest ő igényli, hogy a gondozója az foglalkozzon vele. Simogasd, igen. De ti honnan értetek a bivajokhoz, ilyen fiatal emberek vagytok? Már itt tanultuk meg, nagyon kevés bivajjal kezdtünk foglalkozni, 18 darabbal. És hát a meglepetés erejével próbáltuk őket simogatni, annyira nem voltak szelidek, és egyszer csak az egyik eldőlt. És azt hittük, hogy valami baja van. Többször visszamentünk megnézni, hogy beteg, a lába fájhat-e, mi lehet a baja. És végül fölkelt, és ezt megcsinálta másnak. Ide jön hozzám, az nagy baj? Nem. Akkor rájöttünk, hogy hát a simogatás ilyen hatással van rájuk, sőt, ami még durvább, hogy könnyeznek. Igen, és azt egyszer tapasztaltam már. Ez örömkönyv. És hány bivajt szeretgettek meg naponta? Hát itt 68 darab tehenet, akik tenyészállatok, és benn vannak az őshonos programban, tehát fajta fenntartó munkát is végzünk. És akkor nyilván a szaporulat egy része az értékesítésre kerül, bundába, bunda nélkül. Te nagyon kedves vagy. Ő a Szépi. Amikor mi elkezdtünk bivajozni, Szépi. Akkor ő pici pár hónapos bórjú volt, tehát az egész életében mellettünk él. Igen, úgyhogy ő egy személyes kedvencünk egyébként. Szépiketől már könnyezel is. Van pár apró jel, amire majd oda kell figyelned. Igen. Hogyha a farkát fölemeli, fülét hátra csapja, az azt jelenti, hogy ő teljesen elfogadott, megvan a bizalom. Ha megrázza a szarvát, akkor azt szeretné, hogy ne nyúj hozzá. Illetve, hogyha feltartja a fejét, akkor az megint egy ilyen negatívabb. Aha, jó, akkor te figyelj, jó? Mert én nem biztos, hogy felismerem. Na most már odaadjam ezt, mit csinálsz? Igen, most elmondjuk, hogy igazából mire használjuk ezt. A bivajok szeretítésében az egyik legkreatívabb eszköz. Nagyon vastag a bundájuk, azt, hogy én most itt kézzel simogatom, szinte nem is érzik, úgyhogy a csavarbehajtót szoktuk erre használni, és nagyon vicces, de a legérzékenyebb pontjaikon, majd mindjárt megmutatom, hogy hol, ugye az általánosabb az a szarvuk töve, fülük. Nem hiszem el. És ugye a hang se zavarja. Tehát ezt csak simogatásra használjátok? Igen, de... Amiért nagyon furán szoktak ránk nézni, hogyha az utcáról néznek, akkor csak annyit látnak, hogy a bivaj fenekénél állok egy csavarbehajtóval, ugyanis a faroktőve a legérzékenyebb pontja. Hát nem akarok belegondolni, hogy mit hisznek néha kívülállók. Hát ne haragudj! Ezt én kérek elnézést, és ez csak a szeretgetésről szól. Ez és arról. Ezzel is őt is jó, meg lehet. Persze, próbálj. Na gyere!
Ott be is csukja a szemét, hát csukja a szemét, másikat. Vannak ezeket is? Megfogom addig, jó. Hogy másikat vannak marhavakaróink is, de ez azért egy intenzívebb élmény. Egy pár éve járom az országot, de ezt itt találtátok ki? Igen. Nagyon jó. Most már értem, hogy miért kopik el. Tényleg hol nőttetek fel, hogy ez nektek ilyen nagyon kézre áll ez a dolog? Én Erdélyben születtem. Ja, jó van. 10 évesen költöztünk ide Magyarországra. Aha. És hát akkor ismertem meg Zsófit. És te hova valósi vagy, Zsófi? Én Nagykanizsai vagyok, és... Városi lány? Igen, de én világéletemben lovagoltam, és mindig olyan lovardákba is jártam, ahol mindenféle állat volt, és így a ló szeretetből jött az, hogy akkor inkább ugye az állatok is. Tehát többet ülök bivajháton, mint lóháton most jelenleg. Bár ott legelészik benne a két ló. Na jó. Igen, Csuti is azt mondja, hogy... Nyugodtan ráülhetsz a hátára. Csuti! Mi vajon még nem ültem? Hát Csuti! Legalább nem fázom, mert annyira jó meleg. Igen. Volt olyan, akit nem tudtatok megszelídíteni? Igen, kettő. Eddig a 7 év alatt. A 7 év alatt kettő. Igen. Hány kilós egy ilyen állat? Hát 800-900 között van. 8-900 kiló, és ennyire fontos a testi érintés, a kedvesség, a szeretet. És elfekszik. És elfekszik. Gyakorlatilag sebezhető ebben az állapotban. Teljes bizalom. Alapvetően ők azért tisztában vannak vele, hogy ugye mi húst is eszünk. Igen, gondolod. Van egy, hát az állatok érzik. A szagot. Van egy olyan illatunk, amin kiérezni. Jaj, de borzasztó. És azért ez egy nagyon magas fokú bizalom. Oh. Hogy ennek ellenére, mintha egy farkasnak feküdne le és hagyná a simát. Mm. Nem eszem belőle. Pedig finom. Jön egy recept a húsevőknek. Milyen részek ezek? Marha, nyak és stefánia. Uh-huh. Ez a milyen szép zsíros ez a nyak. Márványos, egyébként ez a tartási körülmények miatt alakul ki. Nekem a kedvenc húsrészem egyébként a marhanyak. Ugye a barbecue társadalmon belül szeggyel kezdenek, mint király kategória. Nekem ez az egyik kedvencem egyébként. Itt olyan finom rabok vannak, ezeket te keverted? Mind a kettőt, igen. Mm. Az pont a sertés ráb egyébként, amit kóstoltál. Mm. A marhája az ő egyébként. Kétfajta csili van benne, fekete bors, római kömény, koriander, vöröshagyma, fokhagyma granulátum, só, borssal, fekete borssal szoktam mindig variálni, hogy milyen fajtát, hogy rakok bele, miképp. Kávé van benne, barna cukor, ez a demerara. Az adja ezt a mélységét? Igen, igen, íznek. Ad neki egy ilyen érdekes karaktert egyébként. Én a barbecue szósz is, ami ott van egyébként, azt is úgy főztem. Egy elég hosszú főzés amúgy. Én úgy fűszerezem amúgy a húsokat is, hogy a barbecue szósszal, mert itt a barbecue-ban úgy kellene, hogy vagy olaj, vagy mustárral kenik le a húst, hogy megtapadjon rajta ez a külső fűszer. Kéreg lényegében. Én mindig szósszal kenem le. Nekem és miből van a barbecue szósz? Lényegében úgy indul, mint egy ilyen érdekes barnamártás, csak... Tehát, hogy a leeső húsrészek és csontokból főzitek ezt? Igen, igen, az le van pirítva, a saját zsíradéka szinte enged annyit, amennyi tök jól le lehet pirítani. Egy nagyon-nagyon kevés paricsompürét rakok bele, barna cukor, meg mézkaramell van benne, ahogy mondtam. Aztán a fűszerekből, meg a rábnak a fűszeréből szoktam belerakni. És akkor a szójaszósz, kóla, almalé, almecetet szoktam. Igen, igen. Hát a kóla az egy ilyen szükséges rossz, szerintem a barbecue-ban igazából. Foszforsav miatt is egyébként. Uh-huh. Lepirított teljesen zsírjáig, almecet, megint zsírjáig, megint almecet. És jó munkás ez... dolog. Hát nem unatkozik mellett az ember, ez egy ilyen 5-6 órás főzés alapból. Én neki megyek itt kézzel igazából. És jól bele kell dörzsölni, ugye? Én teljesen így átszoktam minden ilyen bemenni, mert ahogy
vannak benne ilyen furcsa, keményebb, fagyus, inasabb részek, aha, azokat is ki szoktam szedni belőle, és akkor ez azért így néz ki. Ez egyébként nem egy ilyen szépen szelhető hús, úgyhogy ha ez megsül, akkor ez nem olyan lesz, mint mondjuk a marhaszat, hogy egy ilyen szép vágási felülete van. Nem baj, tépkedjük. Ennyi. Óriási nagy divat lett ez a barbecue-zás. Akármerre elmész, mindenhol van barbecue, szinte minden étteremben kapsz igazából, de barbecue ez a lassú tüzönfüstön sütés. Most azt egy szószal nem lehet lefedni igazából. Maga, igen, ez egy ételkészítési technológia, nem egy mártás. Ez sokan összekeverik. Más lesz a hús állaga. Csak jó hívószó lett a barbecue igazából, mert hú, barbecue, meg stb. Biztos, hogy ilyen szakállas, tetovált emberek sütik, meg stb. Van tetoválás, hát szakállas, tetovált emberek sütik. Tessék, igazuk van. Hát minden ilyen. Megtalálható rajtam ez a szükséges egy, de már előtte meg volt egyébként, mielőtt én nekiálltam volna. Oda nézzenek! Készültünk is előre egyébként. Rengeteg minden van. Na majd ez kiderül, hogy mik ezek, de tegyük be azt, amit most készített. Nem mondom el előre, hogy mik lesznek. Hát ne is. Cicu, nyílik az ajtó, akkor jössz, mi? Berakad. És ezeket nem kell becsomagolni? Először nem. Először nem. Igazából ez így fog menni egy ilyen 10-12 órát. Aha. Mióta barbecue-zol? Hát 5-6 éve sütögetek. Azért az sok már. Sok. Így üzletszerűen 3-4 éve. Gyenesdiáson van egy üzletünk, és ott csináljuk. Ott az egy ilyen teljesen stand-up comedy az egész, hogy ami húst éppen kapunk. Itt a Gyuriék a megmondhatóik, hogy tényleg mi mindent megsütöttünk, mert a kecskétől kezdve a birka, kacsát csináltunk. Ami a legtöbb fogy nálunk, ami sláger, ez a sertésből, ez a pulled pork. Az teljesen abszolút egyedülalkodó. Tudják értelmezni a sertéshúst, ma már nem ismerik az emberek. Igen. Na de mit fogunk hozzáenni majd? Azt majd 10 óra múlva nap végén elkészítjük. Igen, igen. Csuti! Gyere, Bivaj! Gyere, Szépi, gyere okosan! Gyere, Bivaj! Hello már! Nem bántanak a kamerások. Mondom, nem bántanak. Kis borja van. Vigyázz a villanypásztorra, ott még pont jó. És az idegenektől sokkal jobban féltik a kis borjút, mint a gondozójuktól. Ni már hát, ne félj, mert elkergetem. Ennyi amúgy, ezt se csinálja mindegyik, mert valamelyik tudja, hogy úgyse bántott, de inkább megmutatja, hogy én ilyet is tudok, hogyha véletlenül közelítenél a borjúhoz. Szia, mami! Szia, nem jöttél a csavarbehajtóhoz. Szia! Húsok vannak itt. Hát most pont friss bivaj és magyar tarka. És az élelmiszeripari részéhez kiért? Beletanultatok hát, ebben is. Igen. Jött minden magától. De már közelben? Bújhidon is, aha, igen. Daraboláson, csontozáson, tehát nagyon jól együtt tudunk velük dolgozni, és megengedik, néha oda járjunk tanulni. Hát igen, fontos, mert ugye ha egy séf vagy egy jó étterem kér valamit, akkor ti azt tovább kell, hogy tudjátok adni, hogy milyen minőségben, milyen bontásban kéri azt a húsrészt. Az eleje az egy picit macerásabb volt, az első kecske bontás az volt vagy 2 óra, aztán most meg már 15 perc. Szeretem egy kis sonkát. Ide? Ez melyik állat? Ez bivaj sonka. Bivaj sonka. És hogy felemeled, akkor látszik, hogy ilyen. Amivel kevesebben szeretnek dolgozni, az a comb, és abból általában felgyűlik egy kis felesleg, és akkor azt szoktuk, hogy vagy érleljük először szárazon, és utána pácoljuk, meg füstöljük, vagy pedig a friss húst mindjárt pácnébe rakjuk, füstöljük, és utána rakjuk érlelőkamrába, és akkor ez a combnak egy nagyon jó feldolgozása. És nagyon szeretik egyébként. Nagyon, tehát aki nem viszi el a combot sütni-főzni, az keresi a sonkát, igen. Annyira örülök, hogy végre ti megmutatjátok, hogy gazdálkodni, az trendi dolog újból. Az egyébként. Még igen. Egy ilyen kis faluba is. Hányan laknak itt? 28-an. Ez tényleg egy pici falu, viszont nagyon jó helyen van. Hello, szia! Szia! Megjöttünk, ami van. Szia! Szia, Tamás! Jó, hogy jöttetek, mert szia! Pont szia! Vagyok. Szia! Sziasztok, Tamás!
Újabb vevők. Ahogy itt vagyunk, hogy egész nap vevők. De akkor már most ajánlottak meg a sonkát. Egy ilyen tárra bejönni a jó időzítés. Mi baj, Szamár? Mi baj? De megjött a friss hús is, úgyhogy tudok válogatni. Biva is van, meg magyar tarka is, nem tudom, hogy... Ha már így beestetek, és amúgy is vendégeink vannak, nem akartok esetleg valamit összedobni? Főzni együtt. Hát beírálni egyet? Jó pofa lenne, hogy látom. Rájöttek. Jó van, persze. Várogassál, akkor nem nézd meg, hogy legyen. Jó van. Lábszár. Lábszárat viszek. Meg... Nyakat. Nyak, igen, kell a burgerhez. Őt választottuk. Na milyen része ez? Lábszár. Jaj, lábszár. Egyelőre megtisztítatlan. Mi lesz, amit készítesz belőle? Konfitált bivaj lábszár lesz belőle. Aha. És ennek a körete, és egyben az ágya is egy tócsni lesz, vagy lepcsánka tócsi, medvetalp, ahogy akarjuk, úgy hívjuk. Attól függ, melyik ország részről van szó. Pontosan. Igen. Meg kell tisztítanunk ettől a fölösleges fagyútól. Aha, hát én meg külsején. Ez a hártya, ez egy nagyon pontosan. Kellemetlen dolog tud lenni. Igen, igen. Egyébként a lábszának pont az az egyik nagy előnye, hogy sok zsír van benne, tehát úgymond már hát meg én, amitől ilyen ragacsos lesz. De azt pont emiatt annyira finom, amit most itt látnak, hogy pontosan. Ilyen kis vékony hártyákkal, ragacsos részekkel van elválasztva. Konfitálásnál. Az a lényeg, hogy nagy drabagból lezen, és így is elég nagy, tehát ezekről beszélünk. Igen. Többféle módszert használtunk arra, hogy hogyan fűszerezzük. Én nem szeretem túl bonyolítani, tehát só és bors. Én úgy csinálnám, hogy egy sódatba beleteszem, ez 7%-os, egy-két órára. Borsot meg utána teszünk rá. Most, mivel nem csináltam sódatot, ezért csak simán sózni fogjuk. Hány fokra melegítjük közben a sertésért? Közben beletettünk egy maghőmérőt, és ennyi? Ennek 80 és 85 fok között figyelj, kell lenni. Figyelj, 115! Igen, egy picit túlment. Semmi baj, mert ahogy beletesszük a húst, azért ez visszahű. Jó van. Beletesszük a répát, meg a hagymát. Így egészbe? Így egészbe, aha. Persze. Max félbe vágjuk, de igazából nem szükséges. És fokhagymát, tehát ebből a jósokat. És akkor ilyenkor tesszük bele a húst, lefedjük, figyeljük eleinte, ahogy beállt a megfelelő hőmérsékletre 80-85 fok közé, de hogyha valaki akar egy picit alacsonyabb is, hogyha valaki siet, akkor magasabbra is teheti, de ez az, ami ajánlott részemről. Most egyelőre ezt hagyjuk itt, nem szeretném, hogy a nyers hús meg a kész hús keveredjen, és akkor ezt kiolvasztjuk benne. Jó, és ezt most ebben a forró zsírban megmelegíted? Vagy igen, ezt bedobom, benne hagyom egy pár perc, aztán ki is veszem. Most már megy le egyébként a hőfok. Hát ugye már 100... a répa meg a hagyma vissza. Pontosan, egy picit, pontosan. Igen. És akkor jöhet a tócsi gyártás, pontosan, vagy tócsni, ki hogy hívja. Nem kell túl misztifikálni a dolgot, minél több keményítő legyen benne, és sütni való komplit. Sütni való. Érdemes vagy pürének való az azon belül ugyanaz. Meg, amit talál az ember. Nagyon fontos a tócsnyánál ugye, hogy minél alacsonyabb víztartalma kell, hogy legyen a tésztának, és ezért rögtön ki kell nyomkodni a krumplit, miután ezt lereszeltük, és... Én ezt sose szoktam. Soha? Nem, de most kíváncsi vagyok, nagyon én jó. Én így tanultam édesanyámtól. És ilyen ételeket főztök a ti kis éttermetekbe is? Igen, tehát elég sok a hagyományos étel, meg édesanyánktól tanultuk, ugye családi vállalkozás. A szüleim már szépen lassan szállnak ki belőle, de azért még bőven benne van a lábnyomuk, tehát ők tették az alapokat. És aztán jöttetek ti fiatalok és modernizáltátok. Hát próbáltunk új vért. De jó. Hozni. És mióta működteti a család ezt? 97 óta, pontosan. Szép! Amikor tócsit készítünk, akkor a levéből csináljunk egy jó kis zöldséglevest. Tényleg jól néz ki. Ugye? És ilyenkor szoktam lesózni. Aha. Most sokféleképpen csinálják, én a következő félképpen teszek bele kefirt. Hát ez nagyon fontos, én szeretem a savassága miatt. Aha. Teszünk pár kanál tejföl. Kis borsot. És a fokhagyma. Fokhagyma, így van. Ilyenkor sokan szoktak bele tojást tenni.
Én nem vagyok nagy híve, szerintem a kevés liszt összeszedi, de valaki szeretne. Hogyha kinyomkolod rendesen a klumpot, akkor és nem kell. Nem muszáj. Uh-huh. Ezt nézzék meg. De az mind benne lenne ugye ebbe a kettő adag tócsiba. Hát ezt nem dobjuk ki, hanem ezt lefagyasztjuk, vagy főzünk egy zöldséglevest, és ezzel és mutatom még, hogy nem azt a mindenit, nem kell venni keményítőt az ágyneműhöz, meg az ingekhez. Ide nézzenek. Ennyi idő alatt mennyi keményítő ült ki belőle. Én egy teljes tányéros tócsit sütök, tehát egy nagyot, nem sok és kicsit. És azt teleteled? Nem, azt úgy ráteszem a tányér, és a középre halmozok fel mindent. Nekem édesanyám mindig úgy csinálta a tócsit, amikor kicsik voltunk, hogy pörköltetett a közepére egy kicsi kupacon, és akkor ott alatta átázott a tócsi, jó kis szaftosan, a széle viszont ropogós volt. Aha. És én ezt szeretem átadni a tócsival, tehát sokféle tettem, szerintem ez így jó. Tehát, hogy a tócsira közepén... tálolta a pörköltet. Pontosan, és most tócsira fogjuk tálalni a konfitált bivajt, ami szintén egy szaftos történet, tehát de így, jó. Hogyha minden igaz, működni fog. Egy ember meg tud egy ekkorát tenni? Hát itt Zalában igen. Törném a szélét, mire visszaér, körbe tépkedem. Lehetőséged lesz rá, kész is gyönyörű vagyok. Lett. Gyönyörű lett, művész úr. Nagyon jó a hús, isteni, de ha simán csak a tócsit a többi kis díszítéssel ide rakod, akkor is zseniális. Az ember elhatározza, hogy nem eszik sokat. Hogy? Hányszor maradtok van? Hát 4-5 szamár van mindig, de inkább csak ilyen simogatásra, mert a gyerekeknek. Állandó simogatás, szeretgetés, kényeztetés, ugye Bandi? Gyere Madonna! Ugye Bandi? Gyere. Hát ők néha azért átmennek így. Mafiózó vagy? Hát igen, legutoljára a becsomagolt szendvicseimet ették meg. Húsevő szamarakról most elgyakor valami. De fegette. Csomagolásos tudom. Jaj Bandi, biztos fájt a gyomrod. És ők kicsodák. Gyere, Madonna! Ez egy parlagi szamár. Igen. Mi volt itt, mielőtt ti jöttetek? Egy állatsimogató volt. Nem csak őshonos állatok voltak, hanem mindenféle egzotikus állat. És akkor milyen zebú, emú, láma. De jó. És az kié volt, egy helyi emberé? Vagy a polgármester úré volt. Aha. És ott volt ugye pár biva is. Hogy kerültetek ti ide? Mi ugye eldöntöttük, hogy állattenyésztéssel szeretnénk foglalkozni, de állatozni mindenképpen. És lovakkal kezdtünk, ugye a Zsófi az nagy lovas. Hát nem nagyon találtuk meg abban a számításainkat, és nagyon kellett volna már valami jó kis munka. Hát meg is kéne élni belőle, ugye? Igen. Föladtunk egy hirdetést, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, mik a adottságaink, és a Szabó László megkeresett minket. Átvette a polgármester úr gazdaságát, de... Nem volt ember. Megfelelő ember, aki itt vezeti, igazgatja. Ért az állatokhoz, egy gazdaság, hát rengeteg mindenhez kell érteni, de ti honnan értetek hozzá? Oké, hogy valaki lovas volt, de... Hát alapvetően nem egy nagy tudomány. Bivajokhoz leginkább így az érzelmeken keresztül vezetett az út. Meg jártunk mindenhova, minden gazdaságban, ahova elengedtek minket, ott elmentünk. Tanulmányútra jártatok.
Igen. És az elején voltak nagy csalódások? Nem, egyébként. Hát nem. Az elején azért kaotikus volt, meg sokkal keményebb viszonyok voltak, nem volt kerítés, nem volt infrastruktúra kiépítve. Majdnem a golfpályán jártak. Minden második hétvégén valamelyik szomszéd település határából hoztuk vissza a bivajokat. Úristen. De azért minden évben rájövünk, hogy nincs karácsony, meg nincs születésnap. És nincs több hetes nyaralása. Igen, úgyhogy azért ezzel számolni kell, hogy az állatokhoz kell alkalmazkodni, és ha ők jól vannak, és el vannak látva, akkor lehet program után nézni. Melyikőtöknek mi a dolga? Le van osztva? Hát a Gyuri traktorozik. Te meg a fizikai munkát csinálod, értelek? Ezt eddig nem. Így láttam. A Gyuri mondja, Zsófi kéne hozni Zsófi ki kéne hajtani egy bála színát, Zsófi hozni kéne a szamarakat, jól érzel? Nem, azért ez nem így néz ki. Hát papírmunkában például nem vagyok erős. Meg abban sem, hogy a sok fekete állat közül azért van egy-kettő, ami a Gyurinak szalad felé, és akkor Zsófi, ez melyik? Igen, nehogy valamelyik olyan legyen, aki egyébként, mert a fiatalok azért megcsinálják azt, hogy oda rohannak az embernek, és valamikor jó fejségből, de odéblök, hogy simogass, és a Gyuri nem van mindig van ismeri fel. Jó, hát azért az operatőrünknek nem jó fejségből mennek nem, ki nem, az azt egyik. Nem, azt a borját féltette. Van még ilyen a világon szerinted, hogy valaki ennyi bivajt tart, meg ennyi állatot, és mégis egyénenként ennyi szeretetet ad? Van, de ritka. Ritka, mi? Meg bivajból biztos nincs azért, aki ennyire. Szerintem nem ezek világhírű. Az nagyon általános, ugye gazdájukhoz, vagy hát gondozóhoz is nagyon ragaszkodóak. Mindenütt vannak szerint bivajok. De az nem jellemző, hogy 10-15 ember be tud vinni a gulyába, és az idegenek felé is megvan a bizalom. Ti nagyon megtaláltátok a helyeteket. És ez az ember nagyon boldog lehet, hogy ő megtalált benneteket. Hát szerintem kölcsönösen jó hatással vagyunk. Annyira szereti az állatokat, őrület. És akkor, hogyha elmennétek tényleg egy kicsit kikapcsolódni, akkor ki van itt? Hát ez a legmacerásabb része a dolognak. Általában anyukáméket ismerősök, barátok, mosolygunk szülők. Mosolygunk azon, amikor szöknek a viholyok, és itt kamerán nézzük, hogy kergetik a három kis üzőt a parkba. Na Zsófi, édesanyáddal főzünk. Igen. De mi mást, mint bivajhúst. Koleses bivajgombóc lesz, zelleres paradicsommártásban. Begyújtottam. Be. Akkor a paradicsommal. Mondjátok, hogy mit csináljuk, mert én vagyok a tűzhelynél paradicsom. Látom, te raktad el, Éva. Az pedig egy alaplé. Hús. Csontból. Mindet öntsem hozzá? Igen, mehet hozzá, igen. Felforradni, elkészítjük a gombócot. Az melyik része a bivajnak? Lapockán. Lapocka. Ezt is melegítem közben. Ez már... Hát akkor nem kell? Ez már megvan, mert ezt megpirított, egy kicsit a hagymát megdinszteltük, és belemegy. És meg akkor a fokhagymát is. Mondtam, hogy a paradicsom lébe tegyük bele a felszelt, vagy... Leszelt, mi? Zellert. Ez milyen jó ötlet. Egy hagymát és összekötött szintén zellert. Egészben? Igen, egészben, mert ezt majd le fogjuk szűrni. Ja, jó, csak főjön bele. Igen, és egy kis só. Összevágtam a fokhagymát, meg a zellert. Zeller az is? Nem, petrezselyem. Ez petrezselyem. És rizs helyett jön bele a köles. Itt van a köles, igen. Nagyon jó. Meg só, tojás, illetve majoránna. És tulajdonképpen ez a lé, ha megfőtt, akkor leszűröd. Leszűrjük a rántás, és utána megfőzzük benne ezt a gombócot. És sima, egy sima rántás, zsírliszt. Igen, igen. És igen. Paprika abban nincs, se hagyma. Nincs. És Éva, akkor ti szoktatok bivajt főzni? Igen. Pörköltet nagyon szeretjük. Hát, magyar ember pörköltes. De egyébként is azért a bivajnak, mint ahogy a marhának is a húsa, az a szaftos dolgokhoz, levesekhez szaftos dolgokhoz nagyon jó, nem?
tehát ilyen gulyás típusú, meg tokány típusú, pörkölt típusú dolgoknak. Na, hát akkor ezt egy picit várunk, még hogy azért fúrja. Belefőjön a leve, igen. Ja. A reszelt zeller egy picit megpuhuljon. Még összefor, és utána... És azt is leszűröd belőle, azt a reszelt. Azt, igen, most azt leszűrjük, igen. Azt a reszelt zellert sajnálom, hogy leszűr. Benne maradhatott volna, hogy ezt miért szűritek le? Az íze belfő, úgyis. De hát mi kivesszük ezt a két dolgot, ne szűrjük le azt a reszeltet. Tőlemben maradhat. Hagyjuk benne. Jó, hagyjuk benne. Mekkorát szoktatok? Hát most igazán ez a legjobb, nagyobbakat a szoktunk, de hogy gyorsan. Akkor ilyen falatkákat. Amíg megforradik. Mennyire szoktad pirossal rá? Ennyire most csak már éppen, lesz, hogy, ugye? Éppen, hogy. Teszünk hozzá hideg vizet. Igen. Így. Jó. Most kivesszük onnan ugye gyorsan akkor a hagymát. Meg a... Hagyma ki. És akkor mehetnek a gombócok bele, ugye? Én még biztos tenném be a magamra cukrotom, mert jó. Na jó, én szedek egy adagot, és azért külön, mert muszáj bele cukrot tennem. Én is azt mondom, hogy cukrosan kell, igen. Egy picit kérek szépen abból a barna cukorból. Oké, hogy bibajból az első, de bármilyen húsból meg lehet csinálni. Na jó. Kinek milyen van otthon? Így van. Itt fogunk tanulni egy picit? Igen, jó. Pontosan. Bemutatom neked majd az oktatónkat. Jó. De milyen fegyelmezetten vár az oktatónk ez a golf, egy ilyen fegyelmezett dolog? Igen, igen? Igen, mondhatjuk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tegeződhetünk, Borbás Marci, köszönöm. A golfosok egymás között tegeződnek? Igen, igen, ez egy ilyen hiatlan szabály. Meg, ugye, mint a igen. Vitorlázók? Ez így van, igen, igen. Ugye jól tudom, hogy a golfpályák is így lyukszámra különböző kategóriákba tartoznak. 18 szakasz a pálya, igen? És azon belül vannak 3, 4 és 5 ütéses pályák. Aha. Tehát ez azt jelenti, ez a 3, 4, 5 azt jelenti, hogy ez az a ütésszám, amit szeretne elérni egy golfos. A miénk ez egy 18 szakaszos bajnoki pálya, azon kívül viszont léteznek 9 lyukú pályák, 6 lyukú pályák, akkor jól... 3 Na, erre lyukas gyakorló pályák. Uh-huh. Ez egy tanuló pálya, igen, ugye? Ez a gyakorló pálya, hoztam neked egy ütőt, ez egy 7-es vas, itt alul találod a számát. Az mit jelent? A szám az azt jelenti, hogy minden 7-es vasnak ez a dőlésszöge van. Ugye a golfütők egy picit mindig meg vannak döntve, különböző mértékben, és ettől függ az, hogy a labdád milyen magasra száll. A bal kezünk van felül, ez a bal kéz. Igen. Hoppá! Így van. És így kell megfogni az ütő végét. Kicsit emeld meg az ütődet, azaz, és a másik kezedet pedig ide a bal kezed mellé helyezed. A következő pont az, hogy egy picit előre kell hajolni, lehetőleg egyenes háttal. És a távolság az ütő és a mondjuk a combot között ne legyen túl nagy, tehát egy kézfej. És nagyjából meg is vagyunk, ha leteszem így a földre az ütőt, körülbelül ez a beállás. Most kapsz az első alkalommal egy ilyen segítséget, fölrakjuk a labdát egy ilyen úgynevezett tíre. Így belebökjük a földbe, ez egy kicsit emel a labdán, tehát így könnyebben el fogod majd tudni ütni. Ugyanis később az a cél, hogy a fűről is el tud ütni. Ugye akkor fog a labdát szép magasan repülni, hogyha az ütőnek a feje egy kicsit a labda alá tud menni. Aha. Megmutatom a mozdulatot, jó? Jó. Ez a hátralendítés, és ez pedig az előrelendítés. Nagyon jó, és előre. Tök jó. Vajon ki találta ezt a sportot ki?
Skóciában ilyen pásztorok unalmukba már is jobban tetszik. Köveket ütöttek bottal. Várjál, még egyszer. Figyelem, mindenki vigyázzon! Hányadikra szoktak eltalálni? 100? Hát második, harmadikra szerintem. Jaj, ne ilyen kis számot mondj. Na, eltaláltad. Most az történt, amit mondtam, hogyha egy picit följebb találod el, akkor az éle találkozik a labdával, aha, és akkor még nem emeli meg. Kicsit följebb húzzuk. Tüskét próbáld meg eltalálni, ne a labdát, hanem alá. Nem pedig olyan egyszerű ez. Mozdulat, nagyon szép. Igen. Jól mozdulatod. Egy kicsit az ütő fején forgatok, így. Ja. Most jó. Mintha már mindig is golfoztál volna. Na, nagyon majd, jó. Majdnem emelkedett. Nagyon jó. Gyönyörű. Szuper jó. És ez egyenesen is ment, látod? De ugye az ütőd állt egy kicsit, azért ment az előző jobbra, mert egy picit nyitva volt az ütő. Mi magyarok hogy állunk a golffal? Hát sehogy. Sajnos nem túl jó, de próbálkozunk. De hogy kevesen golfoznak, igen, magyarok. Igen. Még gyerekcipőben van, sajnos ugye ezt mondjuk most már egy pár éve, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért nagyon jó programok vannak, pályérettségi programok is, ahol most a golfpályák is összefognak, hogy gyakorlatilag ugyanazt a programot nyújtja minden golfpálya. De milyen programok? Ez például a pályérettségi, ami 10 alkalmas tanfolyam, és csoportos oktatás, ahol 3-6 fő részt vehet ezen az oktatás. Jó, ilyen baráti társaságoknak, nem? Igen, hogy, vagy munkahelye, egy közösség összekovácsoló. Elért. Ilyen időben szoktak golfozni? A fanatikusok. Igen, bocsánat. Szokták mondani a golfra, hogy nincs rossz idő, csak rossz öltözék. Tehát miért kesztyűbe lehet? Van, téli kesztyű. Ja, hát akkor meg, igen, miért ne? Tök jó, olyan, mint a síelés. Átfagysz kint egy kicsit, igen, aztán bemész, igen, szaunázol egyet. Igen, iszol egy jó forrad volt. Így van, akkor... igen. Tehát azért ez ha így nincs szimpatikus. Hó, meg nincs nagyon mínusz, akkor lehet. Tehát azt mondtad, hogy egy torta lesz, igen, amiben lesz bor. Bor, csoki, dió, és igazából egy kevés kis zsemlemorzsa. 2 deci bort kell felhevíteni, úgy, hogy az alkohol az elmenjen belőle, uh-huh, és akkor ehhez jön 2 kanál kakaó. Kakaó. És akkor ezt kell úgy összekeverni, hogy csomolentes legyen, és igazából egy homogén szószt kell megkapnunk. Honnan van a recept? Hát ez egy nagyon régi recept, a férjemnek a mamájától van, ugye mi csak borostortának hívjuk, és ugye ez rendszeresen, amióta most már 10 éve minden karácsonykor, szülinapokkor, ez az a recept, ami előkerül. Fel is kell forralni, ezt, ugye? Ezt igen, hogy az alkohol ne maradjon, hogy az benne alkohol kijöjjön belőle, igen. Esetleg addig tudok valamit csinálni? Hát tojást esetleg, igen, választani? Az szuper lenne. Ebből lesz 6 tojás, és akkor azt 15 deka cukorral fogjuk felkeverni. Piskóta szerűen ki kell a tojássárgáját teljesen felíríteni a porcukorral. Várjál, mert ez ilyen vidám park lett. Nem baj. Mint a pattogós cukorka. Ez most nekem felfort, úgyhogy én ezt kiadom a teraszra hűlni. Kihűlt ez a kis krém, vagy hát szósz, és akkor ezt kicseréljük. Igen, ez gyorsan felvegyük. És akkor ezt meg hozzá. Akkor most mutasd, jöhet ehhez a boros kakaó. A bor, igen. Ezt én ezzel egy kicsit... Uh-huh. Öntöm neked, jó, adagolom, köszönöm. Jó? Hozzájön ugye a 15 deka dió. És akkor ebben megy ugye a 2 evőkanál zsemlemorzsa. A
és előmelegített sütőbe 150-160 fok, tehát alacsony hőmérsékletre. Igen, lassú tűzön kell. Akkor én ezt most berakom a sütőbe. És akkor, amíg kisül, és amíg megsüt, a krémet elkészítjük. Jó, szuper. Ezt is tűzön kell folytatnunk. Ugye itt van nekem 18 deka cukor. Porcukor, igen. Ehhez fog hozzá menni ez a 2 kanál kakaó. Bocsánat, egy kicsit összekeltem mindent. Még egyszer van. Most jó. Fokozzam? Most jó. Jó? Na, ebben benne van ez a 2 kanál kakaó, és akkor ugye megy bele ilyen 6 evőkanál bor, és hozzá szoktam én tenni 1-2 evőkanál vizet. És nem tudom, hogy te hallod, de én hallom ezt a korcogást. Sercceg a cukor, igen. Igen, szóval még annak ellenére is, hogy porcukrot használtunk, hát vannak benne kristályszemek, és itt most az a célunk, hogy ezt addig kell keverni, amíg egy teljesen homogén, sercegés és korcogásmentes krémet kapunk. Úgyhogy... És alkoholmentes. És igen, nem megy nekem a legjobban ez a tortatöltés és díszítés. Tehát a legjobb ember találtad tényleg. Szóval? Hát ha láttál valakit, aki béna, torta díszítésben, viszont tudod, divatba jött, ezt mutattam, ez a körbe csapkodás. Tényleg? Meg vagyunk mentve. Ez a mi világunk. Hogyha már azt látjuk, hogy ez itt nagyon szépen fényesedik, és nem korcog, akkor az nagyon jó. Nem. Akkor kell levenni ugye a tűzről. Egy icipicit érdemes várni, hogy amielőtt a vajat ugye hozzárakjuk, ez 20 dekagram vaj, azt fogjuk hozzákeverni. És ha hozzákeverted, akkor ki kell fagyasztani? Hát le kell hűteni, igen. Hidegnek kell lennie, hogy utána a vajnak a levegőket belevigyük, és a vajat visszahabosítjuk, igen, és egy könnyed krémet kapjunk. Akkor ugye kihűlt a krém, ez most így jó, kemény, vajas krémünkret, és akkor ezt most fel kell habosítani, ahogy mondtuk is ezzel a mixerrel. Vágjam, vagy vágod? Szerintem vágtál inkább. De én drukkolok. De ne bízz bennem. Jó, de én tényleg, én a legnagyobb kést választottam, és drukkolok, hogy egyenes legyen. Nagyon jó szaftos piskóta. Igen, ez már így is látszik. Ó, hogy... ez nem lesz száraz? Nem. Jöjjön a tető. Én így raknám rá. Fordítva? Uh-huh. Így? Én így. Jó, rakjuk. Mert így. Erre jobban tapad a krém, mint arra a kis sima, fényes fölsejére. Gyönyörű! Szerintem szemmérték alapján jó lesz. Figyelj, tökéletes vagy! És most még akkor, de várj, ezt akartuk, hogy tetején legyen ilyen... Mi? Kanalas megoldás. Hát ezt még nézz ide. Ne, akkor ne simítgasd. Na, mit szólsz? Mi krátereket is csináltál. Igen, de azt eltüntetem. Ezt nem akarok, krátert. Rustikus vintage torta. Vintage torta, igen. Nagyon szép. Bemérted? Bemértem, jól lesz, szimmetrikus. És az? Vagy nem? Nem vagy. Tökéletes. Tudta, hogy jól kell sikerülni. Igen, így van. Ez nagyon jól néz ki. Milyen jók az arányai. Ugye fontos, hogy tényleg a vaj, mert az jön vissza benne, ugye jó vaj. Na jó, ez állati jó. És az bor aromája benne. Nézd, milyen boldog. Még jól sikerült. Na, mit segítsek? Vágjam össze? Kis bárbeki szósszal összevághatod.
azt így nem túl apróra, aztán abból csinálunk igazából barbecue szósztal, meg ezekkel a fűszerekkel, amit a ráphoz használtunk, egy babragút. Uh-huh. Meg akkor megcsináljuk azt a zuborka salátát, amiről szó volt. Akkor te vágd össze úgy aránylag apróra. Nem. Kockára vagy? Kockára. Igen. Jó. Igen. Itt megint lesz egy ilyen sztori, ebben például a gyömbérnél nálam, hogy én nem reszelni fogom, én imádom a gyömbért, amikor így egybe van egy kicsit, vagy hogy amikor ilyen... Kis kockára vagy? Szeret. Itt tök jól néz ki a salátában, amikor ilyen ropogós. Mit csinálják ezzel a hagymával? Csak simán rakjad rá ezzel egy, nem, a babra. Ő a babra megy rá, és akkor a barbecue szószból amennyit gondolsz. Amennyit gondolok. A fűszerekből, szerintem az egészet rá is rakhatod. Gyömbér, az uborka, citrom. Az eredeti recept az lime-mal készülne. Én citrommal jobban szeretem, mert a lime-ot mindig meghagyom a mojitóba. Ez meg tehát meghámozva teszed így kockára, igen, vágva. Igen. És akkor só, panna, cukor, almecet, olívaolaj. Szintén ennek a fűszeréből szoktam rárakni a marháiból valamennyit. És ennyi a saját, az egyébként így néz ki. Aha. Annyi, hogy szoktam még néha így bolondítani a húsokat is, fűszerezem ezen a rábbal, de alapból már ez egy is így sok sem. Megkóstolom, jó? Egy elég karakteres sztori, főleg, hogy egy kicsit érik is. Ezt próbálják ki, mert nagyon jó. Kész vagyunk tulajdonképpen. Kiveszed valamelyik húst? Megnézzük. Megszedjük. Eláruljam előre, hogy milyen húsról van szó, vagy nekem? Ez most meglepetés lesz, igen. Ezért. Hát vedd ki, és megpróbálom felismerni. Bihajt azt most raktuk be, azt majd most fogjuk makrőmérőzni. Tegnap is tettünk be szamarat, bihajt, és szamarat is elszóltam. Szamarat. Maga. Igen, igen. Elszóltad, most már nem kell felismernem. Ó. Igen, sajnos. Most ez egy szamárnyak lesz, amit előkapok. Nem hideg. De milyen illata van, te jó ég? Hát én, amióta először így a Gyuriék mondták nekem, hogy süssek szamarat, ez csak a Rózsa Pétertől jöhetett, ez az ötlet. Teljesen másképp nézek én is a szamára, úgy, amikor tudod, simogatod meg minden, így már nem az, hogy jaj, édes kis csacsi, meg stb. De édes kis csacsi, attól még. És amikor már fogod, hogy hú, milyen nyaka van, mert az most konkrétan nyak. Egy ilyen érdekes, furcsa állaga van, de nekem bejön. Úgy maga az illata is egy teljesen más, én még hasonlót se éreztem. Valóban, mindjárt megnézzük, nem hogy... tudtam volna megmondani, hogy megkóstolom, hogy milyen állat. Ilyen állag ez a... Azta de puha! Te jó ég, ez milyen puha lett! Úgyhogy ez tipikus ilyen szendvicsbe való a sztori. És a klasszik barbecue jegyek felismeretük, a smoke ring, maga a vörös itt a bark alatt, egy nagyon szép barkunk volt. Mi? Bark, ez a húsnak a külső rétege, amikor uh-huh. fűszerezed, ezt a rábolásnak hívják, amikor megsül, az a bark, ez a külső. A kéreg a bark. A kéreg a bark, ezek a barbecue-nek egy ilyen teljesen egyedi ismertető jelei, hogy itt sül meg a bark, ezt még lehet, hogy sütőbe tudod produkálni is egyébként a külső barkot, uh-huh. mert egy ilyen jó kérgesítésnél ez elejön, de a smoke ring az nem fog előni. Mi a smoke ring? Smoke ring az a... Van bark egy ilyen, alatti rész. A bark alatti rész, ez uh-huh. a piros rész. Itt ez közvetlen, itt, a, igen, a, itt alatta ez. Van az a pirosas, igen. Hogyha az nincs ott igazából, akkor nem hiteles a barbecue. Ez csak és kizárólag füstben alakul ki. Van esetleg egy kovász és zsemlénk is, megkóstolhatod, úgyhogy összerakunk egy kis szendvicset így gyorsba vele. Rakunk össze egy szendvicset, jó? Akkor várjál, hozok egy zsemlécskét hozzá. Jaj, de szép! Szépen nem lehet enni, csak csúnyán. Úgyhogy lehet szörnyűködni. Hát én mindig azt mondom, amikor itt szendvicseket fogyasztanak nálunk, hogy bezabálja az ember és megmosakszik, ezt szépen nem lehet tényleg enni. Vasszidrapszalvétel.
Úristen, de finom. Nagyon nem finom. Sem. Nagyon. És ez a nem saláta... Köszönöm ezt az új uborka saláta receptet is. Hát egy új arca lett nekem. Nekem nagyon bejön. Kicsit megvan ez is csavarva, mint ahogy minden. Nagyon jó recept. Többi húst is megnézzük, és akkor jönnek a nem vendégek, a házigazdák meg a többiek. Jó. Ilyenkor, mikor ilyen feketén ide rakjátok, akkor az ember elgondolkodik, hogy mit főztél, Tamás? Ez barna cukrosabb volt még ez a hiszti igazából itt, annyi, hogy amit ma mutattam, rábot abban nem volt annyi barna cukor, ebben több van, ez rögtön elsőre karamellizálódik, hát ez úgy néz ki most, mint egy briket, de amikor ugye elvágjuk, akkor úgy teljesen vállalható. Roncsolt szél. Ebből tudunk tölteni tortillát is. A marha az meg olyan, amilyen ez kicsi volt ez a szegy, ez a klasszik, amit mondtam is igazából itt ezen. Megint az, hogy kívülről ott van a smoke ring, a bark az rendben van, az igazából sötét, mert barnósos volt. Szerintem csinálunk egy pár tortillát abból, nem abban a babos témából az. Nekem ebben az egészben ezt tetszik legjobban, hogy kézzel kell szétladzálni. Ja, ez teljesen manuálba megy a dolog. A mai nap az ilyen kézzel, kezeslábas. Kezeslábas. Négykezes. A gasztronómiában egyébként a bivaly az ilyen csalóka, nagyon lassan öregszik. És akár a 2,5 éves bivaly húsa még mindig lehet olyan puha, mint egy borjú hús. Komolyan? És nagyon gyorsan elkészül, sokkal könnyebb megfőzni. De azt mondják, hogy azért is tartalmasabb, meg sok benne a jó dolog, mert ugye lassan öregszik, ezért jól beépülnek a dolgok a húsába. Az e-havi húsadagunkat megettük. Hát szerintem a Tomi azt mondaná, hogy az e-hetit, nem az e-havi. Tominak csak az e-hetige. Mennyi minden van itt fegyverneken, azért jó erősen oltatok. Olyat főzök, még úgy főzöm, hogy észrevettem. Így van. Ah, milyen gyűjteményed van. Mit bújnak meg így az országban ilyen kis gyöngyszemek? Na jól van. Én most itt elvesztem. Nincs kedvem beszélni. Borbás Marci könyveinek támogatója a Libri könyvesbolt hálózat. A felejthetetlen fogásokat a Bosch támogatta.